és befolyásának erősödése mellett, Iránnak a regionális befolyásának az erősödése mellett Irán nukleáris programja egyaránt veszélyt jelentett a közel-keleti túlnyugdarab világra is, és hát Izraelre is. A biztonsági fenyegetés tovább növelte, hogy 2020 elején Irán felmondta a nukleáris programjáról szóló 2015-ös nemzetközi atomalkit. Irán mellett meg kell említeni Törökországot is, méghozzá abban a tekintetben, hogy Törökország neo-oszmán terjeszkedési külpolitikai törekvései a szunnita arab országok irányába szintén biztonsági érdekek előtérbe helyezését vetítette előre. A stratégiai gondolkodást erősítették meg tulajdonképpen a közel-keleti arab országok egy részében. Emellett a közös gazdasági érdekek is kimutathatók, abban a vonatkozásban, ahogyan itt a béke megállapodások felé közelítünk. Elsősorban a kőolajkereskedelemben, a kőolajszállítás területén mutathatjuk közös gazdasági érdeket Izraellel. Az Irán által is ellenőrzött Perzsa-öbölben, illetve a Hormuzi szorosban a stratégiai jelentőség a kőolajszállítás vonatkozásában csökkenthető lenne, és erre alkalmas lenne a Vörös-tenger és a Földközi-tenger között szárazföldi útvonalon haladó 250 kilométeres, 1968-ban már elkészült kőolajvezeték. Az előzmények után rátérnék arra, hogy melyek voltak az emírségek és Izrael nyilvános közeledésének a mérföldkövei. Alapvetően én 6 pontban összegezném ezeket a mérföldköveket. Először szólnék a politikusok látogatásairól, illetve utazásairól. A 7 emírség alkotta államszövetség, az emírsége és Izrael között a 2010-es években több területen is már titkos együttműködés gondolkodott ki, különösen a vízszerzés és a védelem területén, a vízszerzés és a védelem vonatkozásán. A megújuló energia volt az a terület, amelyhez kapcsolódóan egy konferencián részt vett 2010-ben Abu Dhabiban az izraeli nemzeti strukturális miniszter, majd 2015. novemberében Izrael megnyitotta az első hivatalos diplomáciai misszióját Abu Dhabiban, a Nemzetközi Megújuló Energia Szövetségnél. A két ország vezetése már 2018-ban elszánta magát arra, hogy a politikai nézetkülönbségek ellenére szorosabb viszonyt alakítsanak ki egymás között. 2018 őszén több vezető izraeli politikus is az alapöböl térségében lévő arab államokba látogatott. Szeptemberben az izraeli energiaügyi miniszter az Egyesült Arab Emírségek fővárosába tett titkos utazásáról számolt be az izraeli média. Októberben pedig legebb izraeli kulturális és sportminiszter érkezett Abu Dhabiba egy judó tornára, amelyen az izraeli válogatott is versenyzett, és az izraeli politikus asszony felkereste a helyi nagymecsetet is, ahol szülésen üdvözölték. Természetesen a muszlim szenthelyeken elvált népviseletben tette mindezt. Ezzel egy időben Netanyahu pedig a Mossad vezetője kísérletében egy váratlan látogatást tett
az emírségek szomszédságában, az ománi szultanát is van, ahol magával a szultánnal találkozott. November elején pedig az izraeli közlekedési miniszter vett részt Ománban egy közlekedési konferencián. Hát ennyit röviden az első nagy mérföldkörről, a politikusok látogatásáról, utazásáról. Másrészt beszélnék egy nagyon fontos beszédről, amely azt gondolom, hogy rendkívüli fontossága ellenére nem került igazán reflektorfénybe. Anwar Dardash, az emírségek külügyi államminisztere 2019. november végén egy helyzetértékelésben tárta fel az arab öböl menti monarchia térségbeli külpolitikájának alapvonalait. Miről szólt alapvetően ez a beszéd? Arról szólt, hogy az emírségek vezetését aggodalommal töltik el a világpolitikai változások. Dardash négy ilyen nagy világpolitikai változásra hívta fel a figyelmet, a globális rend törékenyebbé válására, az európai megosztottságra, a feszült viszonyra Peking és Washington között, továbbá az Egyesült Államok visszavonulására a világ számos színterjéről. Az emirátusok számára ez időtáj az jelenti a legnagyobb kihívást, fogalmazott Dardash, hogy az Egyesült Államokban éles politikai viták zajlanak Amerika helyzetének újraértékeléséről a világban és a közel-kelet. Dardash egy nagyon fontos mondatát idézni szó szerint, ami már a közel-keletre vonatkozott. Sok-sok évvel ezelőtt, amikor arabok úgy döntöttek, hogy ne lépjenek kapcsolatba Izraellel, ez nagyon-nagyon rossz döntés volt, utólag megítélve. Ez 2019. márciusában hangzik el. Ő az arab országok és Izrael közötti kapcsolattartás szükségességét hangsúlyozta, sőt, a kapcsolatokban mélyebb stratégiai feladatot is valószínűséget a palesztinok és az izraeliek közötti béke kilátásairól nyilatkozott tulajdonképpen Dardash. Azt mondtam még, hogy a két államon alapuló megoldás, vagyis Izrael állam mellett egy önálló palesztin állam kialakítását, bármennyire is ragaszkodnak hozzá a palesztinok, ő már nem tartja megvalósítható. Hát ez egy arab politikusnak a véleménye, amit igyekeztem egy kicsit hosszabban összegezni. Harmadik dolog, amiről beszélnék a közeledés mérföldkövei kapcsán, hogy 2019. decemberében az emírségek külügyminisztere a Twitter oldalán megosztott egy brit hegyiratban megjelent a szorosabb arab-izraeli kapcsolatépítésről szóló cikke, amely arra a vezérgondolatra épült, hogy a mérsékelt arab kormányok Izrael kereskedelmi és biztonsági partnerüknek tekintik. A cikk megosztására, vagyis az arab külügyminiszter azonosulására a cikkben fogalmazott politikai tartalommal az izraeli miniszterelnök is reagált méghozzá egyetértően. Negyedik mérföldkő. Az emírségek fővárosából az első közvetlen polgári légjárat nyilvánvalóan az izraeli hatóságokkal összehangoltan 2020 májusában érkezett Izraelbe, és hát tulajdonképpen az emírségek légitársaságának utas nélküli teherszállító repülőgépe volt, amely egészségügyi segélycsomagokat szállított a palesztinoknak Izraelben. A negyedik pont, vagy az ötödik fontos dolog, hogy Izrael nem lépett fel az öböl menti monarchia 2000
2020 nyarán üzembe helyezett első atomreaktorának építésének az időszakában, a létesítmény megsemmisítésének a szándékával. A csillagállam vezetői nem minősítették biztonsági szempontból veszélyesnek az arab világ első, egyébként dél-koreai vállalat által Abu Dhabiban épített és nemzetközileg ellenőrzött atomerőművét. 1981-ben emlékeztették rá, Izrael még beindítás előtt lebombázta Irakban a majdnem elkészült atomreaktort. Azóta közismert, hogy Izrael akadályoz minden olyan atomlétesítménynek a megvalósítását, amely magában hozza egy esetleges közel-keleti nukleáris fegyverkezésnek a veszélyét. És a hatodik pont, hogy 2020. januárjában Trump a Fehérházban három arab ország, Emirátusok, Bahrein és Omán nagykövetének jelenlétében tette közzé a Washingtonban kidolgozott palesztin-izraeli rendezési tervet, amely az évszázad alapja néven vált ismerté, amit ugye elég sok támadás is ért az elnevezés vége. Ami fontos, hogy az arab országok közül Egyiptom, Szaúd-Arábia és Katar mellett az egészséget is pozitívan fogadta ezt a béketervet, és itt a szaúdiakat külön ki kell emelni, mert a szaúdi politikai vezetés a palesztini igazságos és átfogó rendezését is elérhetőnek látta a béketervben. Ugye ez azért is fontos, mert Szaúd-Arábiának az asztalon van egy úgynevezett arab béketerve 2002-től. Most viszont az izraeli diplomáciai kapcsolatban lévő két közel-keleti állam, Jordánia és Törökország azonnal élesen bírálta ezt az évszázadalkijának nevezett tervet. 2020 első felében az izraeli miniszterelnök elkötélten hirdette az izraeli jogkiterjesztés megvalósítását a Trump elnök béketervében szereplő területekre. Az 1967-ben Izrael által elfoglalt Jordán földre és más cisziordániai területekre, ahol körülbelül 500 000 zsidó élt. Most az ígért cisziordániai annektálást azonban az izraeli miniszterelnök amerikai kérésre mégsem hajtotta végre. Itt még egy fontos dolgot kell az Ábrahám egyezmény előtt tisztázni, méghozzá az, hogy egy arab országtól, hogyha Izraellel kapcsolatos béketervről vagy béketötésről nyilatkozik, akkor elvárt, hogy valahogyan nyilatkozzon, vagy valamit felmutasson a palesztinok érdekében. Jelensze, hogy továbbra is elkötelezett a palesztinok iránt, bármit is jelentsenek. Az emírségek vezetői ebben a tekintetben hangsúlyozták, hogy a kapcsolat normalizálását Izraellel a palesztin területek védelmében ahhoz a feltételhez kötötték, hogy a zsidó állam mondjon le az annektálás tervéről. Cisziordánia területének egyes részei magába foglaló jogkiterjesztését. Röviden magáról az egyezményről. Izrael és az emírségek megállapodását, a kapcsolatok normalizálásáról maga az amerikai elnök jelentette meg Twitter-bejegyzésben 2020. augusztus 13-án. Ábrahám egyezmény nevet kapta, bár tudjuk, hogy az elnök nácizmusától nem igazán már távol az, hogy ezt az elnevezést magáról szerényen Trump egyezménynek nevezzel, de nem így történt. Nem is maga az elnök közvetítésével született maga a megállapodás, úgy, mint ahogyan emlékezünk vissza 1978-ban a Camp David-i keretegyezmények, hanem
tulajdonképpen a közvetítésben a kulcs szerepet azt az elnök feje, Derek Kushner közel-keleti főtanácsadó játszotta, és hát az ödölmenti monarchia pedig igyekezett hangsúlyozni, cserébe a zsidó állam vállalta, hogy felfüggeszti az izraeli szuverenitás tervezett kiterjesztését a cisziordániai területen. Most Netanyahu hangsúlyozta, hogy csak átmenetileg függesztette a bekebelezésre vonatkozó tervét, azok továbbra sem kerültek asztalfiókba. Az amerikai álláspont, hogy képviselő kicsit köhítselek, jó, hogy fogy az időd, jó? Kicsit köhítselek, hogy fogy az időd, úgyhogy... Jó. Tehát igyekszem akkor röviden összefoglalni, és lehet, hogy összegzést nem teszek a végére, mert az egy kicsit hosszú lenne, hogy összegezzem is a dolgokat. Tehát röviden... Kushner azt mondta, hogy Netanyahu-nak ebben a tekintetben elég korlátozott a mozgás területe, mert az izraeli szuverenitás kiterjesztésére csak Washington beleegyezésével kerülhetne sor. Az izraeli miniszterelnök szerint a megállapodás a béke a békétel valamilyen történt, ugyanakkor azt is meg kell említenünk, hogy a megállapodásnak a cisziordániai területek érintettsége miatt mégis van 1967-i visszanyúló területi aspektusa. És akkor befejezésünk csak röviden az egyezmény térségbeli fogadtatására reflektálni, mert csak a térségbeli fogadtatására. Ahogyan elmondtam, az előzménye ismeretében senkit nem érhetett váratlanul ez a megállapodás. Az arab világban egyértelműen pozitív reakciót váltott ki Egyiptom, Bahrein, Omán és Kuwait részéről, és az izraeliek közel 4/5-e fontosabbnak tartotta az öbölmenti monarchiával történt megállapodás az azonnali annektálással szemben. Az egyezményt nem ítélt el az arab liga, nem reagált rá az iszlám együttműködési szervezet, és hivatalosan nem fogalt állást az Izrael államot burkoltan elismerő és a 2002-es arab béketervet kezdeményező Szaúd-Arábia sem. Ugyanakkor Szaúd-Arábia 2020. szeptember elején bejelentette, hogy megnyitja lépterét az izraeli légitársaság repülőgépei elé. Riad nem vonta kétségbe a palesztini igazságosságát, amelyet ugye hosszú időn át felkarolt, de egy nagyon fontos megállapítást mégis közzétett, hogy a palesztin vezető politikája egyértelműen tévútnak minősíthető. És végül az ellen reakciókról, a palesztinokban dühöt és csalódottságot váltott ki a két ország megállapodása, a diplomáciai kapcsolatok létrehozásáról. A palesztin hatóság vezetője elutasította a megállapodást, a gázai vezetet irányító Hamas radikális iszlamista fegyveres szervezet a palesztinok elleni politikai gyilkosságként értelmezte. A közel-kelet nem arab államai közül is Irán hatalmas tévedésnek, szégyenletesnek és illegitimnek minősítette az emírségek Izraelhez kapcsolódó közeledését, Törökország pedig a diplomáciai kapcsolatok befogyasztásával fenyegette meg az emírségeket. A libanoni síta politikai pártjét fegyveres szervezet az Izrael ellenes Hezbollah is elítélte a megállapodást. És végül egy mondat, hogy az izraeli szuverenitás kiterjesztését váró cisziordániai zsidó telepesek képviselői szintén csalódottan fogadták az egyezményt. Köszönöm szépen, hogy nagyon szép
nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor szokás szerint megnyitnám a közönséget. Mint mindig most is nehezen indul be kicsit a kérdések sora. János, parancsolj! Köszönöm! Én azt kérdezném, jól értelmezem az előadásnak azt a részletét, hogy ezeket az öbölbeli arab monarchiákat az Egyesült Államok vélelmezett visszavonulási szándéka késztette arra, hogy keressék Izraellel az együttműködést, tehát kvázi egyfajta pótlékot keresve Izraelben az amerikai támogatása azért, mert az amerikai visszavonulástól, az amerikai védelmi megszűnésétől félnek. Én azt kérdezném, hogy vajon mi, ugye bizonyos értelemben hát sok tekintetben úgy lehet látni, hogy Jordánia az egy ilyen, logikus következő lépés lett volna Egyiptom után. Vajon miért egy, hát mégiscsak távoli szereplővel került sor erre a speciális megegyezésre? És hát akkor azt kérdezném, hogy mit gondolsz arról, hogy mi van a legtávolabbi szereplővel, tehát mondjuk Marokkóval, vagy ilyesmivel, hogy azoknak bármilyen értelemben, mert mondjuk ugye ott menet közben ugye ott néhány államot ugye megszűnögetett, tehát annak nem nagyon van jelentősége, hogy Líbiában mi történik, mert hasonlók nincsenek. De Marokkó az ugye mondjuk még van. Egyéb megjegyzés vagy kérdés? Nem láttok megszólalót. Ha más nem kér szót, akkor visszaadnánk a szót átmentileg Zoltánnak, aztán meglátjuk, hogy ki van még reakcióra. Köszönöm szépen, hallható vagyok? Igen, továbbra is rosszul. És kicsit levesszük Jánost, hogy hát az javít. Jó, tehát először Jánosnak a kérdésére válaszolnék röviden. Ugye itt az Egyesült Államok visszavonulása volt a fő kérdés. Azt látjuk, hogy ez a visszavonulás ez csak látszólag Trump időszakához köthető. Ez a Közel-Keletről való visszavonulás tulajdonképpen 2007-2008 tájékán már elég jól érzékelhető, ekkor a politikatudományi szakirodalomban már megjelent egy olyan kifejezés, amely úgy hangzik, hogy poszt-amerikai fázisba lépett a Közel-Kelet. Tehát tulajdonképpen az Egyesült Államok figyelme egyre kevéssé fókuszál a Közel-Keletre, és Ázsiában egy másik centrum nyeri el az Egyesült Államok figyelmét erőteljesen, és ez Kína. És azt kell, hogy mondjuk, hogy az, hogy a trumpi külpolitikában Kínának milyen szerepe van, azt most ugye nem tudnánk röviden felvázolni, mert kevés az időnk rá,
de látjuk, hogy Amerika érdekei szempontjából a szorosan utána felzárkózó Kína az egy rendkívül fontos kérdés, és ehhez képest a Közel-Kelet egy másodlagos kérdés. Ugyanakkor itt meg kell említeni, nem csak a visszavonuló Egyesült Államokban hatással a térségbeli szunnita arab államokra, hanem ahogy mondtam, az Irántól való félelem, ami teljes mértékben megalapozott, hogy elég szépen kiépült az úgynevezett síta félhold a Közel-Kelet térségében. Ez összekötődik Izraellel is, ez a félelem bizonyos értelemben, és a másik pedig a Törökországtól való félelem is dominál ebben a kérdésben. Most igyekszem összekötni a másik két kérdéssel is a válaszomat. Itt úgy tűnik, hogy fontos az, hogy a muszlim és arab nemzetközi szervezetek azok nem blokkolják ezeket a közeledéseket, és ezek a közeledések már úgymond benne vannak a csőben, tehát már nem, ezek nem mai közeledések, hanem régóta megalapozott, régóta folyamokban lévő közeledések. Az arab világ kellőképpen megosztott ahhoz, hogy jó üzletet csináljon, ehhez az üzletet be kell rögonja üzlet. Tehát gyakran annyira ellenségesek arab államok egymással, hogy kifizetődött nekik Izrael keresztül kereskedni egy másik arab államban, mint direkt egymás között. Hát láthatjuk, hogy általában ezek az arab államok nem igazán viseltetnek jó viszony, vagy jó kapcsolatban baráti együttműködésben egymással. Úgyhogy itt nem tudni, hogy mikor melyik állam jelenti be az együttműködést. Egy nagyon fontos dolog, hogy az együttműködésekre nyitott Szaúd-Arábia. Az arab világnak a vezető hatalma számos tekintetben Szaúd-Arábia, és hogyha ő nyitott, akkor ezeknek a békéknek komoly lehetősége van a továbbiakban. Egyéb kérdés? Ugye ez az egész Pax Americana, vagy hogy mondjam, tehát az Egyesült Államoknak a jelenléte ebben a történetben, vagy ennek a hiánya, ez nyilván valamilyen módon összefügg az oroszokkal, de én ebben igazán, megmondom őszintén, nem nagyon látok tisztán, mert egyrészt ugye a logikája a dolgoknak az lenne, hogy Oroszországnak kvázi csökkennie, formál logikailag a Szovjetunióhoz képest csökkennie kéne a közel-keleti aktivitásának, mert hát ugye lényegesen lecsökkent ugye a Oroszország hatalma a Szovjetunióhoz képest. Ehhez képest ugye hát gyakorlatilag most először harcoló alakulat, tudtam szerint sosem volt más harcoló szovjet alakulat a Közel-Keleten, mint akik most itt Szíriában produkálták magukat. Tehát hogy érintíten az oroszoknak ez a ide belépése, és ráadásul ugye bár a János nem tartja a Netanyahut a Putyin partnerének, de hát azért mégiscsak tény, hogy a Putyin az, vagy hogy mondjam, van egyfajta Putyin-Netanyahu kapcsolat is. Na most erre a kérdésre azt tudnám válaszolni, hogy az orosz külpolitika egy olyan politikai konstrukciót valósít, mert a Közel-Keleten mindenkivel igyekszik jó viszonyt ápolni. Van egy olyan elképzelés, amely azt mondja, hogy a Közel-Kelet strong man-je újabban, tehát az erős embere újabban Putyin. Most itt éppen ez a most
napvilágot látott béke megállapodások bizonyítják azt, hogy azért mégsem olyan erőteljes a közel-keleten Oroszországnak a befolyása, mint amilyennek tűnik. Hát valóban egy-két olyan állam van, amelyben elég jól kimutatható ez a jelenlét, mondjuk az általad említett Szíria ilyen, de a közel-kelet nagy részén azért mégsem jellemző az orosz befolyás. A meghatározó orosz befolyás. Itt még árnyalja tovább a képet, hogy ugye Oroszország és Törökország kapcsolata igencsak változékony az utóbbi időben. Úgy tűnt a 2010-es évek elején, hogy egy nagyon stabil orosz-török kapcsolat lesz, azonban ez a stabil orosz-török kapcsolat ez azért egy kicsit forradóban van. Az oroszoknak nagyon jó kapcsolata Iránnal, illetve Kínának is nagyon jó kapcsolata Iránnal, ami a közel-keleti arab államokat viszont gyanakóvá teszi Oroszország irányára. És még egy esemény, vagy még egy jelenséget mondanék, Oroszország újabban szembe kell, hogy nézzen egy olyan konfliktus mezővel, amely a posztszovjet térséget jellemzi. És a posztszovjet térségben megjelenő újabb problémák, azok valahogy nehézé teszik az orosz külpolitikát abban a tekintetben, hogy a figyelmét a közel-keleten rajta tartsa. De az orosz külpolitika számára a közel-kelet nem volt igazán fontos a szovjet érában sem, azt kell, hogy mondjuk, bár igaz az, amit mondtál, hogy Izrael állam létrejöttél, a Szovjetuniónak azért nagyon fontos szerepe volt, de azt mondhatjuk, hogy azon túl, hogy Szíriával, Egyiptommal jó viszont tápolt, esetleg még Irakot is ide lehet ugye sorolni bizonyos időszakokban, azon túl igazán a szovjet külpolitika számára nem nagyon volt fontos a közel-kelet, és ezt abból is láthatjuk, hogy a szovjet időszakban a magyar külpolitika újságírás azt írt a közel-keletről, amit jónak gondolt. Hát azért szovjet tanácsadók azért mondjuk voltak Szíriában. És azért mondjuk a magyar külpolitikáról, mondjuk a magyar külpolitikáról nem tudok ilyen értelemben, de azt tudom, hogy például a MSZNP politikai főiskoláján a barátinak minősülő arab államok politikai elitje eléggé tömegesen lett képezve. Tehát azért én azt nem látnám ilyen passzívnak a Szovjetuniót, csak igen. És hát meg igen, hát mondjuk ez egy ellentmondásos dolog, amit mondasz, ez az Oroszország el van foglalva a volt szovjet térsége. Na de hát itten zömmiben ő generálja ezeket a konfliktusokat, tehát nem arról van szó, hogy a gaz ukránok rárontottak a békés Oroszországra, vagy a vadul fenyegetik a grúzok a Oroszországot, hanem hogy Oroszország az mintha vissza akarná hát szerezni ezt a szerepkörét. Bár ez most nagyon nem tartozik ide, csak mondom, hogy mert mondtad, hogy nagyon el vannak foglalva. Hát igen, de maguk csinálják. Nem akarnék belemenni a posztszovjet térség elemzésébe. Világos, jó, elnézést, nem is akartam. Én csak éppen a közel-kelet irányából mondtam azt, hogy amit korábban viszonylag nyugodt volt a posztszovjet térség, Ukrajna és Grúzia kivételével, ismerjük az eseményeket, ahhoz képest most sokkal turbulensebb folyamatok zajlanak a posztszovjet térségben, amelyek inkább erőségre koncentrálják az orosz erőket. Igen. Ez nem azt jelenti, hogy a közel-keleten ők nem foglalkoznak, csak nincs olyan súlya a közel-keletnek, és hát mindig Szíriát tudjuk példaként említeni, hogy ez ugye mindig is fontos volt, elsősorban azért, mert ott van egy orosz
tengeri bázis, amely stratégiailag rendkívül fontos Oroszország számára. Tehát ugye a Közel-Keleten-nél sokkal nagyobb és komplexebb jelenségünk szívja. Nagyon szépen köszönöm. Van-e más kérdés, megjegyzés, elemvetés? Na most, ha nincsen, akkor én azt gondolnám, hogy akkor most tartsunk egy 5 perc szünetet, jó? És akkor 15 óra 20-kor találkozunk itt Kárpáti János előadása kapcsán. Aki bent volt és kilép, annak csak rá kell kattintania és visszatér a beszélgetésbe.
Akkor egy körkérdést intéznék a jelenlévőktől, hogy kik vannak már jelen. Úgyhogy egy pillanatra kérek szépen, hogy mindenki az adjon magának hangot meg képet, csak egy pillanatra, aki itt van, hogy elkezdjük el. Igen. Jó. Ez a hangminőség egyébként jó lesz, kérdezni? Ez ideális, ez ideális, ez ideális. Na, oké. Heiszler András felbukkant. Bárdos Fértoronyi Mikóst egy ideje, helyett egy ideje falat látok. Wertheimer Gábor... adjon magának képet, ha van. Kun István, ha van, őtől egy chat bejegyzést kérünk csak, mert vele vannak ugye hangproblémák. Gadó János, vagy képet, vagy hangjelzést adjon, kérem. Kardi Judittól vagy hangot, vagy képet kérünk. Ki ez az M már Molnár? Igen, Kun István jelezte, hogy itt van. Itt van egy M már Molnár, akit nem tudok azonosítani. Igen, megvagy, jól van, köszönöm. Igen, köszönöm. Olá Marianna megvan. Láttam, igen. Melinda hallgatónk, nem tudom, van-e. Kalmár Zoli, ha vagy, akkor jelentkezz be. Kádár Zsuzsát az előbb láttam bevillanni. Igen. Akkor szerintem... Igen, tekinthetjük úgy, hogy a jelentős többség van jelen, tehát akkor én azt gondolom, hogy megadnám a szót Kárpáti Jánosnak, parancsolj. Köszönöm szépen a szót, és üdvözlök mindenkit. Amikor megkaptam a kérést, hogy nevezzem meg a tárgyát, témáját annak, amiről beszélni fogok, akkor azt fogalmaztam meg, hogy a közel-keleti megbékélés új keletű esélyei. Na most akkor még nem tudtam, hogy az új keletűség a nemzetközi politikában egész konkrét tartalommal bír ezen a mai dátumon, hiszen időközben minden jel szerint változás áll be az Egyesült Államokban, hiszen új elnöke lesz Amerikának. Tehát, ha nagyon akarom, akkor a kérdést arra is úgy is megfogalmazhatom, hogy mi változik Trumphoz képest, visszatér-e Bidennel az obamai külpolitika, például a közel-kelet vonatkozásában is. Rögtön szeretném jelezni, hogy válaszaim abszolút nincsenek, legfeljebb kérdésfeltevéseim és néhány összefüggés felvázolására vagyok képes, amelyekből talán lehet következtetéseket levonni, talán nem. Na most a közel-keleti megbékélés esélyeiről, hogyha beszélünk, akkor ugye rögtön lehet azt mondani, hogy szűkebb vagy tágabb értelemben. Mert lehet arról beszélni, hogy van-e megbékélés a történelmi Palesztina területén, illetve van-e megbékélés Izrael és az arab világ viszonyában. Illetve, ugyanez másképp is megfogalmazható, van-e megbékélés Izrael és az arab világ viszonyában, függetlenítve
az izraeli-palesztin konfliktus állásától. Az arab világ jelentős része készen arra, hogy normalizálja a kapcsolatait Izraellel, annak ellenére is, hogy továbbra sem rendezett Izrael és a palesztinok viszonya. Tehát gyakorlatilag az izraeli és a többi közel-keleti tényező közötti megbékélés kérdése, az egy nagyon sokrétegű kérdés. Azzal kezdeném, hogy rögtön előre ugrok Miklós Gábor kollégánk szövegére, amit én elolvastam, amit ő előre beadott, és abban van egy olyan passzus, ami arról szól, hogy mik a továbbra is megválaszolatlan kérdések. Azt mondja, hogy visszatérhetnek-e a menekültek és leszármazottaik, akik több mint 70 éve hagyták el a lakóhelyüket. Kié Jeruzsálem, és hol húzódnak a két állam valódi határai? Beleegyezik-e a palesztin politika a demilitarizált állam státusába? Mi legyen a megszállás évei alatt ott felépített izraeli településekkel és lakóikkal? Ezek tehát azok a kérdések, amelyek hát azért korán sem mítosz termékei, hanem valós kérdések, hiszen ugye a évtizedekkel ezelőtt, 70 évvel ezelőtt mégiscsak százezrek voltak kénytelenek elmenekülni arról a területről, és Yitzhak Rabin, akinek az emlékére végül is az a rendezvény szerveződött, történetesen személyesen ő maga 48-ban, ha jól tudom, mintegy 50 ezer palesztinnak a kitelepítését vezényelte. Tehát az, hogy van egy olyan probléma, aminek az alapja nem 100, nem 120, hanem 70 évvel ezelőtt kezdődött, az nem mítosz, hanem valóság. Miközben az is valóság, hogy a 67-es háború óta is elteltek súlyos évtizedek, a térség fantasztikusan átalakult, és a palesztinoknak is ezzel valamiképpen szembe kell nézniük. Tehát valamiféleképpen, valamilyen modus vivendit találni kell a történelmi Palesztinában. Mennyire független ettől Izrael és az arab világ kapcsolatainak a normalizációja?